A karácsonyi ajándékok megvásárlása jellemzően már jóval az adventi időszak előtt megindul, ilyenkor sokan vásárolnak mobiltelefont, szépségápolási termékeket, játékkonzolokat vagy azok kiegészítőit, de a fiatalok körében népszerűek az elektromos rollerek is. Azonban néha előfordul, hogy több is kerül a fa alá a várt ajándékból, vagy éppen nem a megfelelőt kapja az ajándékozott. Az üzletek többségében most is felajánlják azt a lehetőséget, hogy a novemberben vagy decemberben megvásárolt termékeket bontatlan, eredeti csomagolásban, blokk ellenében ki lehet cserélni január végéig. A novemberben és decemberben megvásárolt termékeket bontatlan, eredeti csomagolásban, blokk vagy számla ellenében kicserélhetik január végéig. Így azokat az ajándékokat, amelyek nem megfelelőek az ajándékozott számára, kicserélhetővé válnak. Jó barátok, jó kedv és jó zene. A fehérvári belvárosban mindez adott lesz az óév végén. December 31-én szombaton este 8-kor kezdődik a buli az Icsi színpadnál, ahol lesz tűzszínház, de fellép DJ Minea, Kátai Junior és a Discover Band is. Tavaly szilveszterkor már kora este gyülekeztek a fehérváriak a belvárosban az Icsi ligetnél felállított színpadnál, idén is ide várják az óévet búcsúztatókat és az új évet köszöntőket. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal sem lesz tűzijáték. Szilveszter éjszaka jellemzően kisebb tűzesetek történnek, a leggyakrabban tujasorok, bokrok, szeméttárolók gyulladnak ki, de az ablakon berepülő rakéta vagy az erkélyre bezuhanó tűzijátékok is okoztak már tüzet. A megyében 70 tűzoltó és 20 gépjármű áll készenlétben arra az esetre, ha valahol baj történne. Azért, hogy megelőzzük a kellemetlenségeket, a katasztrófavédelem szakemberei arra kérnek mindenkit, hogy a szilveszterre szánt pirotechnikai eszközöket csak az arra kijelölt, engedéllyel rendelkező, ellenőrzött árusítóhelyeken szerezzék be. Ezeket csak szilveszter éjjel használhatjuk, az időpont pedig úgy alakul e tekintetben, hogy december 31-én este 6 óra és január 1-én reggel 6 óra között használhatjuk. Nagyon fontos, hogy csak felnőttek, tehát azok, akik elmúltak 18 évesek, éppen ezért gyerekektől tartsuk távol ezeket a pirotechnikai termékeket, sőt, még a kisállatok elől is zárjuk el, nehogy esetleg ők megpiszkálják, vagy megkezdjék mindaddig, amíg fel nem használjuk. A legfontosabb, hogy minden olyan tűzijáték, amelyet legális helyen vásárolunk, rendelkezik egy biztonsági utasítással, ami leírja, hogy hova kell elhelyezni azt a tűzijátékot, hol kell meggyújtani, illetve hogy mekkora biztonsági távolságot kell tartani. Sokan a szilveszter előtti és utáni napokban is durrogtatnak, az ijedt kutyák pedig elszökhetnek, így az állatvédők, befogók munkája korábban elkezdődik és az új év első napjaiban is kitart. A tűzijáték és petárdázás állatokra gyakorolt veszélyes hatásaira figyelmeztetnek a fehérvári állatvédők. Életmentő lehet a pórász használata a szabadban és a nyugodt körülmények biztosítása zárt térben. Segíthetnek a kizárólag állatorvos által ajánlott nyugtató tabletták is, és fontos, hogy a kutyusok csíppel is el legyenek látva, hogy ha elkóborolnának, könnyebben meg lehessen őket találni. Krebs Gyöngyi, a Herosz állatotthon vezetője híradónknak azt mondta, az az állat, amelyik megijed, kiszámíthatatlanná válik. A riadt állatok, ha úgy érzik, hogy menekülniük kell, akkor a megszokottól eltérő módon viselkedhetnek, ezért ilyenkor jobban oda kell figyelni rájuk. Tudjuk azt, hogy szilveszterkor van a petárdázás. Ugye nyilván, hogyha mindenki betartaná, hogy csak abban az időszakban használja ezeket az eszközöket, amikor engedélyezett, akkor a gazdáknak is könnyebb felkészülniük. Ugye otthon is lehet maradni az állattal, lehet ilyen természetes nyugtatókat használni, tehát ilyen gyógynövény kivonat van, az állatorvossal lehet értekezni. És a másik nagyon fontos dolog, hogy előzetesen menjünk el az állatorvoshoz, nézessük meg, hogy bent van a csíp, egyeztessük össze az adatokat, hogy az én telefonszámom az tényleg jó, illetve hát a csíp leolvasáshoz nyilván kell egy készülék, tehát jobb az, hogyha a nyakörv ott van az állaton, hogy ő a bodri, és ezen a telefonszámon érhető el a gazdi, mert akkor nagyon hamar vissza lehet juttatni az állatot. Az időjárás is kedvez azoknak, akik az év utolsó napját szabad téren tervezik eltölteni, tavaszias idővel lépünk át 2023-ba. Az új év első hétvégén sokfelé ködös, borús lesz az idő, de érdemi csapadék nem valószínű, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből. Szombaton szilveszter napján az ország északi-északkeleti harmadán általában borult, párás, helyenként ködös idő várható, máshogy több-kevesebb napsütésre is számítani lehet.
Reggelig főleg a Dunától keletre helyenként előfordulhat eső, zápor. A minimum hőmérséklet 0 és plusz 8, a maximum általában 10 és 17 fok között alakul. Vasárnap új évre virradóra plusz 1 és 9 fok közötti hőmérséklet várható, majd 11 és 17 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósan borult északkeleti tájakon több fokkal alacsonyabb értékek valószínűek. Idén sem teltek el az ünnepek közötti napok mozgás foci nélkül. Ismét megrendezte a Videoton Baráti Kör Egyesület hagyományos fehérvári futballfesztiválját a Vokban. A december 27-e és 30-a között zajló tornán ebben az évben is több kategóriában és korosztályban rúgták a bőrt a játékosok. Szerdán kora reggeltől késő délutánig az amatőröké volt a főszerep, de volt 38 plusz öreg fiú kupa is, U11-es kupa, női kupa és profi kupa is a négy nap során. Összesen 52 csapatot láthattak a szurkolók a parketten. Az áronapon reggel 7 óra 40 perckor, hogy beleférjünk a napba, U11-es tornával kezdtük 6 darab csapattal. Itt volt egy határon túli csapat Komárnó csapata, illetve érkeztek Nagykanizsa barátaink, a többiek pedig a fehérvári paletta képviseltette magát, hiszen a házigazda Videoton baráti körön kívül a Feketehegy, a Főnix és a MOL Fehérvár küzdött a végső aranyért. Majd ezt követően a női kupa küzdelmeit láthattuk, ahol 5 csapat küzdött egymással. Itt is köszönhettük többek között a MOL Fehérvár csapatát, és a megyékből a többi női csapat közül még 4-en érezték úgy, hogy jelentkeznek a tornára, nagy örömünkre, és akkor délután pedig az egyenesági küzdelmek és a gála mérkőzés.